Csokonai verseit vizsgálva az egyik közelítési szempont lehet, hogyha a stílus irányzatok oldaláról közelítünk ezekhez a versekhez. Annál is inkább, mert ez a stílusbéli közelítés, ez nem idegen, vagy nem esik nagyon messze a kronológikus áttekintésétől a műveknek. Azt mondhatjuk, hogy a 90-es évek elején, elsősorban a debreceni iskolás éveket tekintve, a klasszicizmusnak, a stílusa hat erőteljesen, illetve a felvilágosodásnak az eszméi hatnak erőteljesen csokonaira. Itt azonban szeretném megjegyezni, hogy van egy olyan csoportverse verse csokonainak, ami ettől nagyon távol áll, de nagyon iskolás műfaj. Ezek a tanárokon való gúnyolódásban fogant versek, illetve a tréfás hangulatú új gyakorlatok, mint az Óda az Árnyék székhez című verse. Azonban, hogyha komoly tárgyú verseit tekintjük, akkor azt mondhatjuk, hogy az ő filozófiai gondolatai, a természettudományos érdeklődése, azok, amikkel ott ismerkedik meg a református kollégiumban, azok abban a formában jelennek meg, amit ma úgy hívunk, hogy piktúra és szentencia. A piktúrát és a szentenciát ötvözi több versében és csokonai, és ezzel kielégíti a korigényeit, és filozófiai költeményeket teremt. A szentencia az azt jelenti, hogyha le akarnánk fordítani, hogy valami antik eredetű, vagy antik bölcsességnek a versé formálása viszonylag rövidebb formában. A piktúra pedig leírás, lefestés jelent, akár természeti jelenségnek, vagy egy emberi karakternek. A kettőt ötvözi csokonai, például a Konstantinápoly című versében, vagy az Estve című versében, Indít egy piktúrával, egy hosszabb leírással, és utána a mondandóját szentenciában foglalja össze. A két verset nem véletlenül említettem, hiszen hogyha felvilágosodásról, eszmei tartalomról beszélünk, akkor ezek sem, ö, ezek sincsenek hatás nélkül csokonaira, és például a Konstantinápol című verse, az tökéletesen a volteri egyházellenességet fejezi ki, és ezt a gunyoros, csipkelődő hangot, ami Volternek a sajátja. Az Estve vers pedig a russzói vissza a természethez, a harmonikus életállapothoz nagy eszméjét fogalmazza meg.